Évtizedekkel ezelőtt született szakirodalmak is alaposan ellemzik a nők, különösen a gyermekes nők munkaerőpiaci diszkriminációját. Állandó kérdésként jelenik meg a témában, hogy milyen a gyermekes anyák munkaerőpiaci helyzete, valamint hogy található összefüggés a gyermekek száma és a karrierépítés lehetősége között. Ma már több program is segíti a családokat, illetve a gyermeküket nevelő édesanyák visszatérését a munkába. Gurály Edina, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta. Ennek segítségére külön szolgáltatás indult a Vöröskereszt megyei szervezeténél. Egy 36 hónapos program keretein belül ugyanis karrierpontok alakulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A célunk az kettős, az egyik része a családokat célozza, ebben nem csak a nőket, hanem tulajdonképpen a családapákat, a nagyszülőket is megszólítjuk. Az volna a cél, hogy a nők a munkaerőpiacra való visszaállása minél gördülékenyebb legyen. Ennek érdekében a célcsoport számára egyéni tanácsadásokat, csoportos tanácsadásokat, konzultációkat biztosítunk arra az időre, amikor az anyukák kapcsolódnak ehhez a programhoz, akkor gyermekfelügyeletet biztosítunk, egy nagyon szép játszósarkot alakítunk ki a szolgáltató irodánkba, hogy ez se legyen akadálya annak, hogy akkor, amikor ők már azon gondolkodnak, hogy szeretnének például gyesről, gyedről visszatérni a munkavilágába, ez a családban, illetve nekik is minél gördülékenyebb legyen. A Vöröskereszt munkatársai a munkavállalók készségeinek fejlesztésében is segítséget nyújtanak, hiszen a munkatudás, illetve a munkához való szociális készségek megkophatnak abban az időben, melyet a gyes vagy a gyed alatt otthon tölt a szülő. Magam is azt tapasztalom, hogy amikor olyan munkavállaló jön hozzánk, aki hosszabb ideje kiesett a munkaerőpiacról, hiába van meg a képzettsége, hiába volt meg korábban a nagyon jó munkatapasztalata, a munkakészség, mégis egy picit bizonytalan, hogy hogyan fogja ezentúl a családi életet szervezni, hogyan fog helytállni majd mind a családban, mind pedig a munkahelyen. A másik cél az, hogy a munkáltatókat is fölkészítsük arra, hogy azokat a nőket, anyákat, családokat, inkább családokat, akik kisgyerekkel rendelkeznek, vagy kisgyereket nevelnek, hogyan tudják visszafogadni a munkaerőpiacra, milyen nehézséggel kell szembenézniük, illetve vannak-e olyan foglalkoztatási formák, amelyek a cég profiljába jól beilleszthetők, akár otthonról is végezhetők. A szervezet célja tehát, hogy az atipikus foglalkoztatási formákat megismertessék Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ha lehetőség van rá, el is terjesszék őket.